Úgy készülünk, hogy az előző meccsen ugye 5-0 győztünk ellenük, hogy nem lesz még egyszer ilyen könnyű dolgunk szerintem. Ugye most új edző is lesz, új filozófiát fognak alkalmazni, igazoltak ők is új játékosokat, szóval most minden más lesz, mint az első meccsünkön. Az MTK-k által mindig az a passzolgatós stílusa van, ugye szeretnek labdát birtokolni. Szerintem most az új edző is ezt fogják játszani, mert ugye a klubban belülről érkezett. Mártin azt ugye azt ismerjük, ugye az itt játszott a Honvédban, akkor nagyon jó játszott, szerintem nagyon jó erősítéséje az MTK-nak, és ugye nekik a bennmaradás a cél. Nekünk mindenképp győzelmet kell szerezni, mivel ott akarunk maradni az első háromban, és reméljük mondjuk az utánunk levő csapatok botlani fognak, így még jobban el tudunk lépni a középmezőnytől.